Három géppel egyszerre összesen 4 darab arcmaszk fejpánt készül a Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási Vályi Péter Szakképzőiskolájában. Az intézmény az oktatási eszközei felhasználásával segíti a koronavírus elleni védekezést. Korszerű 3D-s nyomtatási technológiával és lézervágó berendezése segítségével plexiből készítik az arcvédő pajzsokat a centrum összesen 5 iskolájában Tolna megyében. Az elkészült eszközöket a helyi önkormányzatok segítségével egészségügyi és szociális intézmények számára ajánlják fel, mondta Dömötör Csaba kancellár. A Szekszárdi Szakképzési Centrumban mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy amennyire lehet az eszközeink felhasználásával tudjuk segíteni a koronavírus elleni védekezést. A kollégáim nagyon ügyesen és attraktívan dolgoznak ebben, hiszen létrehoztak olyan nyomtatási technológiákat, itt a 3D nyomtatóra gondolok, illetve a lézervágó berendezésre, amelynek segítségével plexiből arcvédő pajzsot tudunk készíteni. Ennek az arcvédő pajzsnak ugye óriási jelentősége van jelen pillanatban. Elsődlegesen az egészségügy felé szeretnénk mindezt felajánlani. Itt a megyei kórházakban, elsődlegesen a Szekszárdi Balassa János kórház részére. Velük erről már elindultak az egyeztetések, ők folyamatosan figyelemmel kísérik a technológiát. Egyeztetjük a prototípusokat, hogy milyen módon készüljünk, hogyan haladjunk vele, hogy az az egészségügy számára maximálisan megfelelő legyen. Illetve hát nem csak a Szekszárdi Kórháznak fogunk ebből felajánlani, hanem a megyében a többi kórháznak is szeretnénk felajánlani ilyen 3D nyomtatott, illetve lézervágott arcvédő pajzsokat. Ebben a projektben elsősorban az iskolák műszaki tanárai, a digitális alkotóműhelyek oktatói és informatika tanárok vesznek részt. Magukat, ezeket a pajzsokat a pedagógus kollégák gyártják. Egy első szóra a felhívásra azonnal mozdultak, hétvégén, húsvétkor folyamatosan gondolkodtak, dolgoztak ezen a technológián, hogy ez kialakítható legyen. A Szekszárdi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhelyében eddig 100-nál is több pajzsot gyártottak le, és becsléseik szerint 400 darab legyártásához szükséges anyaguk van. Az arcvédő pajzs legyártásának és összeszerelésének több lépése van. A plexi lézeres megmunkálása után rögzítik rá a 3D-s nyomtatási technológiával elkészített arcmaszk fejpántot. Végül felgumizzák a szerkezetet. Az egészségügyben dolgozókkal egyeztetve végül a gumirészt lecserélték műanyagra, mivel a gumi fertőtlenítése nem volt 100%-osan megoldható. Ez egy gyakorlatilag egy műanyagpánt, ami 3D nyomtatásra készül. A műanyagpánt tartja magát a plexit, amit átlátszó műanyagból vágunk ki lézer technológiával, lézervágási technológiával, és ez kerül fel a védőfelszerelések fölé még pluszba a fejre, aminek egy állítható pántja van. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a fertőtlenítése az folyamatosan biztosítható legyen. Ugye először indultunk egy olyan technológiával, amire azt mondták, hogy nem feltétlenül 100%-ig megfelelő, hiszen egy gumit tartalmazott, ami nem fertőtleníthető. Ezután tértünk át egy műanyag pántra, ami tartja aztán a maszkot, hát bízunk abban, hogy ez így most már 100%-ig tökéletes lesz. A 9 iskolánkból 5 rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek erre alkalmasak. Egész pontosan 3D nyomtatóval rendelkezik 5 iskolánk, és egy lézervágó berendezés pedig a digitális közösségi alkotóműhelyünkben van. Nagyon-nagyon szeretettel csinálják a kollégák. Az így elkészült pajzs nyomtatása és összeállítása több, akár 2,5 órás folyamat is lehet. Az elkészült arcvédő pajzsokat elsősorban egészségügyi intézményekhez juttatják el. Országosan eddig 35 szakképzési centrum oktatói és diákjai csatlakoztak a 3D nyomtatással előállított arcvédő pajzsok legyártásához.